Üdv mindenkinek, Roni vagyok, ez pedig itt a Skyrim 25. epizódja. Lejöttünk Muzulfba a főmágus utasítására, illetve tanácsára, és meg kell keresnünk egy bizonyos dolgot. Mégpedig... mit is? Ja igen, a színodokkal kell beszélnünk, itt is láttok egy halott társokat. De már most problémák adódtak, ugyanis itt van ugye ez a srác, csóka, ember, bácsi, varázsló, aki halott. Úgyhogy lehet, hogy ütközünk némi ellenállásba. Ehhez méltem föl is készülök szerintem. Na lássuk, hogy megtaláljuk-e ezeket a színodokat. Úgyhogy a mágusokkal lesz dolgunk, valószínűleg ezért a villámot teszem be alapjáraton. Ugye ezek a romok, mint Muzulf is, tele vannak csapdákkal, mint látjátok. És itt vannak a pressure plate-ek, amiket jó lenne, ha Lydia is kikerülne. Hát még egy elhullott mágus. Ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Ugye ezek a romok kicsit mások, mint a többiek. Ugyanis a dvemerek építették régen ezek a... mély elfek, hogyha le akarom fordítani a nevüket. Az a gír, ez nem kell. Ők is az elfekhez tartoznak, de... kicsit fejlettebbek, legalábbis technológiailag. Ők a varázslatot... ők a varázslatot ötvözték a technológiával, és abból születtek ezek a robotszerű lények. Mágia hajtotta, mint látjátok, lélek hajtotta szerkezetek ezek. És teljesen ilyen mechanikus és fogaskerekes és ilyesmi dolgokkal mahináltak ide lent, úgyhogy azért ennyire különlegesek ezek a romok. Úgyhogy ehhez mérten kell felkészülnünk. Amúgy ők már, ha jól emlékszem, kihaltak. Úgyhogy velük már biztosan nem fogunk találkozni ide lent ezekben a romokban. Valahol van egy valami. Ezek ellen is hatásos a villám. Jézus. Tűz az... a tűz is! Jó, akkor tüzet használunk. Ezt jobban szeretem a tüzet egy kicsit, mert... hát legalábbis ugye azok ellen, akik nem használnak ellenem mágiát. Mert folyamatosan sebzi a... delikvenst. Na, itt egy csapda. Nem, sehol. Itt van. Shit. Az lenne csúnya, hogyha elrontanám a kinyitást, akkor automatikusan aktiválná a csapdát, és akkor tényleg jelentene némi veszélyt. Így viszont... csak próbálkozástól függ, hogy milyen gyorsan teljesítjük a dolgot. Torna oil... ez mi? Moonstone! Az is egy értékes alapanyag. Holtkő. Nem is tudom, hogy lehetne ezt lefordítani magyarra. A márványhoz hasonlít a leginkább, inkább. Igazából. És kaptunk egy flawless valamit. Egy jégkövet. Elven Shield of Warning Fire. Nagyon jó. Aj, mindenhol van ilyen kis alkatrész. Ezeket be lehetne olvasztani. Ilyen Dwemer ingottá, vagy mi a tököm, de... annyira nem értékes, hogy magammal cipem. Ráadásul elég nehéz. Tehát 2 fontot nyom és csak 15-öt ér, úgyhogy visszük magunkkal az ilyeneket. Na, ez csak egy ilyen kis kincstári szoba volt, úgyhogy haladjunk tovább. Elég durván el lehet tévedni az ilyen romokba amúgy. És hát annak az a vége, hogy meghal az ember. Ezekből a... igen, ezekből a csövekből szoktak kiugrálni ezek a dögök. Abból nem jött? Lesznek majd ebből nagyobb példányok is, meg ilyen ballista szerint lövegelők. Na, itt már kicsit változik a terep. Barlangi rész. Egy fával. Ez nem tudom, ez a fa, hogy hogy élt ide meg. Ott a... fény. Amit kap. Érdekes. Mögötte valami?
Dwarven Shield. Lehet jó lenne Lidiának majd. Most nem szórakozok vele. Azért is elég jó, ami most neki van. A Blade-eknek a pajzsa. Itt egy kis Moonstone. Moonstone-t mélységekbe lehet inkább találni, tehát ez felszínen nem is nagyon láttam még ilyen Moonstone Vein-t. Pedig elég sűrűn bejártam Skyrim környékét. Kiegészítőstől, mindenestől. Van valami? Ó, Kaurus! Na ezekkel nagyon kell vigyázni. Mert elég sok életeleje van, mint látod. A harapásom mérgező. És jó nagyot is sebez. Alapból. Kusztustalan egy föld alatti teremtmény, az már biztos. Hát ez a mágus is megjárta vele. Mayhem. A vítet azért, a búzát azért viszem magamon, mert aki mi alapanyag. Nem elsősorban azért meghaja. Még egy moonstone. Kicsit éhesek lettünk. Mindjárt teszünk ezzel nem valamit. A kaja az van nálunk elég, úgyhogy nem kell félni. Benyomtunk egy egész levest. Liszt, az csak egy tányér. Kumpi. Aha. Kutyahús. Miért akarnék kutyahús tenni, mikor bármilyen más hús tehetek? Semmi. Mana. Igen, úgy látszik, hogy elég nagy időre be. Paralízis tekercs, az jó, az jó, jó jöhet. Falmerfül. Aha. Jó. A falmerek ilyen föld alatti lények, akiket már megvakított az évek, megvakítottak az évek, amiket a föld alatt töltöttek, viszont rettentő erősek, és van köztük sámántól kezdve harcosig minden. Ők is elfek voltak, ha jól tudom, de hát mivel rengeteg időt töltöttek a föld alatt, ezért eléggé eltorzultak, és már egyáltalán nem mutatják a hajdan volt civilizációjuknak a nagyságát. A kővel vitatkozol, Lidia? Ugyas vagy? Ah! What the fuck? Ah, Kaurus, fuck, de megijedtem. Későn doktor rám a izé buffokat, sokkal előbb rám szokta. Ezek kicsi Kaurusok, az előző az nagyobb volt. Remélem Kaurusnak kell egyetem, Chaurus. Nem tudom, mindegy, én Kaurusnak hívom. Na, hogy nincs semmi, mehetünk körbe. Esetleg valami itt? Nope, csak jó be lehet ragadni, úgyhogy inkább nem megyek arra. Hello? És itt a másik automatron. Ez ilyen szférnek hívják, Dwarven Sphere. Ezek is ilyen automaták. Tudnak lőni is, meg közelre is elég durván harcolnak. Ez ilyen számszeréjel lőnek ránk. Láthatjátok, itt vannak a lövedékei. Úgyhogy vigyázni kell velük. A Demce, nézzük. Ott van. Shit! Addig feszegettem, még a végére pont elkopnak ezek a kis lopik. Egyébként egy ehhez hasonló mechanizmus tudnék elképzelni a... Az meg komolyan. Ehhez hasonló mechanizmus tudnék elképzelni a Seven Days to Die-ba is. Szerintem annyira nem nehéz belepakolni ezt a mini játékot. Na nézzük, itt van egy... Amethyst. Oh, 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 lockpicking easier, destruction, oh my god. Jó, jó cuccok. Ezért szeretem a Dwemer. Magic Avoid. Az igen, lecsökkenti a célpontok életerejét olyan kevésre, amilyen kevés a manájuk. Ez nem rossz, főleg, hogyha már egy mágussal harcolok, mondjuk egy Hagravennel, ugye avval a banya
varjúbonyával, vagy nem is tudom minek nevezik. És mondjuk már elfogyott a manája, és elkezd hozzám jönni, hogy tudjon, hogy karmolászon, akkor rádobom ezt a mana voidot, és akkor lecsökkenti az életerejét is olyan picire, mint amilyen pici a manája. És így tulajdonképpen one-shotolhatjuk utána, úgyhogy ez az egész jó kis tekercs, meg is éri az árát. Bocsánat. Jaj, de szép killshot. Szeretem ezeket a kis bejátszásokat. Hopp, még egy szfér. Oké. Az a jó ezekben, hogy mindig lehet találni bennük egy Soul Gem-et. És minél nagyobb az automaton, vagy worker, vagy ahogy én automatonnak hívom őket, mert automaták viszont nem elektronikusak, úgyhogy automatron. Nem tudom, miért jutott ez az eszembe, mindegy. Az a jó az, hogy ezekben, hogy minél nagyobbak, minél nehezebb őket legyőzni, annál nagyobb Soul Gem van bennük. Azt hiszem arra kell menni, mielőbb szétnézünk ide lent. Oké. Okay. Healing potion? Alchemy lab. Adepta, ez egy kincses szoba. Az igen, nem is kellett fordítanom a pöckön. Steel Warhammer of Frost. Van még súly? Bírok még. Resist Fire. Great Sword. Jó, majd ezeket kidobáljuk, hogyha nem kell már. Illetve, hogyha már tele lesz a helyem. Húzzuk az időt. Elég sokáig tartam úgyis, mire az ember kijut egy ilyen kazamatából. Na tessék. Ez egy jó bazi nagy izé. Terep. Oké. Okay. Ó, igen. Ezek ilyen automata csapdák. Ha rálépsz ezekre a nyavajákra, akkor lelöknek. Ó. Oh. Akkor menjünk le! Gyere! Te idiot, te hülye! Oh, fó! Megyek innen! Kop! Hehehehe! Uiiii! Gyönyörű szép volt! Silver! Nice! Gyorsan áttranszmutálom. Még mert elfelejtem. Ez még ugyanaz? Ugyanannak a darabjai? Úgy látszik. 1000 darabra esett. Rubin. Oh yeah. Szeretem az égköveket nagyon, mert föl lehet belőlük halmozni tetemesebb mennyiséget. Nagyjából minden kereskedőnél eladható. És nem is nyom sokat, tehát... pénz... megtakarítási célból egészen megfelelő. Késő! Annyira szeretem, hogy ezeket a sárkányszavakat bármire lehet használni. A végén megvan már majdnem az összes, akkor szinte nem is kell mágiát használnom. Legalábbis eddig nem kellett. Most ugye, hogy nincs meg a különálló sárkány üvöltés cooldownos mód, így egyszer csak egy shoutot tudok elsütni, úgyhogy sajnos most használnom kell a mágiát, de ha meg lenne az individualized dragon shouts mód, akkor, akkor elég lenne a sárkányszavakkal menni. Na és itt van egy farmer. Láthatjátok, gyönyörű. Farmer Shield, Farmer Sword. Hát igen. Ez egy ilyen csúnyaság. Ugh. Kanál. Oké. Jaj. Elszapogattam, hogy fél kiló holztukorkát, hogy ne krákogjak videó közben, de sajnos néha rám jön, úgyhogy elnézést kérek miatta. Human Flesh! Oké! Okay. Oh! Boots! Jó! Itt nincs ilyen? Nincs. Akkor haladjunk. Na, újabb belső körlet. Meglátjuk, mit tartogat. Imádok egyébként kincset keresni.
Jaj, leittam magam. Nem csak a Skyrimbe, hanem minden ilyen játékban, ahol ez lehetséges. Megvan a kis Indiana Jones-os feelingje. Itt azért már szét van csapva néhány automatron. Úgyhogy... látszik, hogy ide már tetemesebb erőkkel nyomultak be a politikus mágusaink. Valaki van itt. Mutasd magad. Na, és itt egy Palmer srác. Ellenük érdemes tüzet használni. Mert eléggé vulnerabilisek hozzá. És hát ugye a tűz az folyamatosan sebez, úgyhogy... Hardened Armor. Na itt van a Falmerek Heavy Armor-ja. Elég elmebetegül néz ki. De nekem nem tetszik annyira igazából. Ráadásul Heavy Armor. Nagyon, a legritkábban nehéz páncélos karaktert készítek. Nekem valahogy nem jön be az, hogy a karakter nem tud nagyon mozogni. Tehát az nekem sokkal jobban fáj, hogy, hogy elveszítem a sebességet. Ja, van egy level up-ot. Amit a könnyű páncélok és a ruhák adnak. Ez mikor lehet? Jó, még 10 szint, viszont van az Intense Flame. Adept Destruction. Nagyon jó. Mindenképpen kell. Conjuration egyelőre marad úgy, ahogy van. Illusion marad. Nézzük ezt. Dual casting. Jó. Oké, egyelőre ennyi. Tehát sokkal jobban fáj az, hogy elveszítek egy csomó sebességet, mint az, hogyha esetleg véletlenül eltalálnak és az nagyobbat sebez. Mert azért nagyjából a mágussal vagy IA-szal játszik a karakter, akkor nem nagyon találják el. Tehát hát IA-szal egyértelmű, hogy stealth-ből lövünk, tehát elbújunk és úgy támadunk. Hát a mágussal meg ugye hiába jönnek közel, igazából nagyon tudni ellenem nem tudnak mit kezdeni. Ott van a Riaz. Meglassítjuk egy csöppet. Állj meg, állj meg, állj meg. Fuck you. Ugye a fizikai harcosok nagyjából általában ők is. Ugye a jég is odavág nekik rendesen. Ugye jéggel szoktam nyitni mindig, hogy lelassuljanak. Nice. Kapunk egy csomó szót. Lingering Poison. Na igen, mérget is elég gyakran lehet náluk találni. És szeretik is használni, tehát ha eltalálnak a nyilaikkal, akkor általában bemérgeződünk. Semmi? Ah. Kellemetlen. Oh wow, kettő. Hiász, vele kezdünk. Közelharci. Ha másra nem is, de Lydia arra mindenképpen jó, hogy elterelje a figyelmüket egy időre, amíg kitalálom, hogy kit lőjek utána fejbe. De aztán lassan most már elhagyhatjuk őt is, hogyha meg lesz az épület. Expert. Közben éhesek lettünk. Szomjasak. Hogyha meg lesz a ház, akkor otthon hagyom házőrzőnek. Jó, most ez csúnyán hangzik, de lényegében véve annak. És így már választhatunk nagyobb varázslatokat is, amik területre sebeznek. És akkor nem hal majd bele szerencsétlen. Itt csak roncsok vannak? Na jó. Akkor roncsokért jöttünk be, de legalább nem törtünk el egyetlen egy lockpicket sem. És valami? Méreg. Az is méreg. Sima Dwarven Dagger. Ez meg egy nagy büdös semmi. Oké. Onnan jöttünk, arra megyünk. Az. Ó, és ez már itt Falmer terület, mint láthatjátok, itt belett törve a fal. És itt már vannak ilyen totemek, amik a Falmerekre jellemzőek. Úgyhogy ügyesen okosan mostantól.
mostantól sokkal több primitív csapdára számíthatunk, viszont több lesz a Falmer és a Kaurus is. Lenyelt egy gyűrűt. Oké. Okay. Ez egyébként egy Falmer kincses láda. Ilyenekből is lehet találni egész jó dolgokat. Azt hiszem az egy mágus. Általánosan csak a méregé az a dög. Á, hol vagytok még? Mi a tök? A sok fénytől nem is látok szinte semmit. Hova repült a mágus? Na, itt vannak a Falmer sátrak. Ezek ilyen Kaurus kitimből, meg bőrből összeeszkávált kecók. Itt egy lant. Oké, okay, elkaptak egy zenészt, úgy látszik. Ez érdekes. De bent valami? Kincses láda. Ez pedig egy... Moonstone! Yay! Na. Ezúttal sikerült úgy innom, hogy ne ígyam le magam. Vigyázz, gyerek! Szuper, mehetünk. Szinte semmit nem látok a fény nélkül. Mondjuk YouTube-on kicsit világosabb lesz, remélem. Oh. Ezek a Kaurusoknak a petéi, vagy hogy is mondjam, tojása. Ó, igen, ez lett volna a csapda. Keresztül sétálsz a dróton, idejössz és jól az arcodba vágódik ez a... karom. Elég brutális, de hatékony megoldás. Egyszer-kétszer elhasaltam már miatta. Főleg akkor, amikor még nem volt meg a... az Okatóz Recital nevű varázslatom. Ugye, ami alapból rám dobálja azokat a varázslatokat buffként, amiket előre beletáplálunk. És nem volt rajtam ugye az armor. Na gyere! Ja, ez pajzsos volt? Azt hittem mágus. Az a mágus. Az volt a mágus. Jó. Ó, oh, itt egy ágyjáró. Sajtok. Úgy látszik levonszoltak ide egy-két embert. Stuff of Lightning Balls. Szép pénzt ér, úgyhogy eladjuk. Nem a legtöbbet, de legalább valamicske. Egészen idáig elvonszolták a mágusokat. Jaj, Lydia, és nézzétek meg, milyen szépen be tud állni az ajtó közepébe. Imádom egyszerűen. Ott maradt. Inkább átteszem a ice formra. Ez a világító gomba egyébként az egyik legjobb alkemi anyag, mert ha szerettek enchantolni, akkor ennek az a gombának az a hozzáadásával lehet készíteni olyan főzetet, ami a bűvölést erősíti. Természetesen minél magasabb szintű alkimista vagy, annál magasabb szintű főzetet tudsz készíteni belőle. Úgyhogy ez a glowing mushroom, ez fontos. Szeretek kimaxolt dolgokat enchantolni. Úgyhogy majd ügyeskedünk. És felszedünk belőle annyit, amint csak lehetséges. Mondjuk lesz még föld alatti pálya rész, úgyhogy találunk majd még eleget. Hello? Visszatértünk a Dwemer ruinok közé. Újra romokkal vagyunk körülvéve. Nem tudom, hogy neki, hogy örüljek, vagy ne. Valaki közben megtámadott minket. Oké, okay, ez eltört. Mi a töcsöm? Ez mi? Jó, mesterszintű. A legnehezebb zár.
Ott van az. Kicsit van erre. Yay! Nice. Ott maradsz, barátom. Oh! Csávókám túl sokáig aludt. Alteration, nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Zulf Room Key. Oké. Okay. Hát te? Tölje. Újabb Moonstone Vein. Ha megint szomjasak vagyunk. Ja, mondjuk egyfajtában harcolunk, úgyhogy lényegében véve nincs mit csodálkozni. Paradicsomos szalmonella. Szalmonella az az. Paradicsomos lazac. Na, merre menjünk. Expert. Ó, oh, ehhez volt a kulcs, anyád. Ó, oh, komolyan. Mesterlokkot kinyitom kettőből, ez meg szórakozok vele. Itt egy törp sisak. Torment helmet. Még egyelőre elbírjuk, úgyhogy visszük. Ja. Újabb nagy szoba. Hát ez fölé. Ah, ez még mágos. Ezt még kidodzsolta. Egy biztos, hogy ebben a játékban a mágia használatot nagyon eltalálták. Ez a dupla kezes, meg az ilyesmi, ezek nagyon tetszenek. És nemrég kijött egy játék, amitől szintén sokat vártam. Nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag. De ott... Ezen kívül a játékon kívül egyetlen egy játékban láttam kétkezes mágia használatot, és nem csak bottal való pufogtatást. Mi is volt a neve? A fenébe elfelejtettem. Pedig valami nagyon catchy, megravadó neve volt, de... De az volt benne a lényeg, hogy igazából ott is két kézzel lehetett kasztolni, és attól függően, hogy melyik kezedben volt a melyik varázslat, attól függően variálta, hogy hogy süti előket, és ez is egy FPS játék volt. Hát majdnem magunkra nyitottuk a csapdát. De nem sikerült úgy, ahogy vártam, tehát célozni jóformán nem is kellett, mert autóim volt benne, meg a sztori sem ragadott meg annyira. Egy ideig elvittem, de aztán már nem tetszett a vége felé, mert unalmas volt, úgyhogy te egy jó nagy dög vagy, baszki. Wow. De kár érte, mert tényleg jól indult. Jól is nézett ki viszonylag a játék. De igazából ugyanolyan volt, mint bármelyik rail shooter lövöldet. Tehát csak menni kellett előre, nem is kellett felfedezni a terepet. A legmesszebb 50 méterre kellett menni a főútvonaltól. Az itt egy kincses láda. Hát ez aztán... Bűvölt cucc meg minden, de csak 162 aranyat ér. Na ez meg inkább jön. Healing megvan. Soul trapping jöhet. Oké. Okay. Úgyhogy kár érte. Jónak nézett ki.
néha nem tudja elsütni a varázslatokat, akkor átváltok. Tehát átváltok egy másik varázslatra, és nem érzékeli az egérgombot, nem lő. Na, még egy belső terület. Remélem kifelé könnyebb lesz. Nem lesz ennyire kacifántos. Ó, most látom. Újabb levele. Jelent már a második. Nagyon jó. Whisper Rings. Ez is egy ritka alkimista alapanyag. Ilyen lidérceknek a... egy Whispeknek a... a fájtla tulajdonképpen. Ilyen szellemi lényeknek a fájtla ez. Érdekes. Na, ez egy jó nagy terep. Jó sok Falmer van. Falmer, megyél föl egy Falmer. Oho. Nem úgy van, az mágusnál. Én vagyok a főzbuff-buff. Wow. Mondjuk akárhonnan is nézem, a mágusok szerintem eléggé OP-k van a játékban. És nem is annyira üvegből vannak, mint általában a más fantasy játékokban, tehát nem is az, hogy könnyen ki lehet őket nyírni, mert kevés a HP, kevés a védelem, viszont ők nagyokat lőnek. Itt elég durván föl lehet húzni egy mágust. Ne legyen túlságosan üthető és ölhető. Ha Focusing Crystal. Na, ez küldetéses cucc, úgyhogy örülök, hogy már most megtaláltuk. Lerendeztük őket szép gyorsan. Merre menjünk először? Ugye arra, egyértelműen arra vezet a főút. Nézzünk szét ide lent először. Túl nagy terep ahhoz, hogy ne legyen itt semmi. Hát pedig úgy néz ki, hogy nincs itt semmi. Kis nyersanyag, amit be lehetne olvasztani ugye Dorum metállal. Jó van, menjünk egyet ott. Ja, azt hittem, nincses láda. Hello? Senki? Mi a fene, ezek még le vannak ölve. Nagyon rég jártam már erre, nem emlékszem, hogy mi merre van és hogy miért. Oh! Sphere Master! Oké, tehát ez egy mester, magasabb szintű, erősebb tök volt. Jó. Semmi extra. De tuti, őrzött valamit, mert a falmerek is itt fekszenek voltan. Jaj, ez nem kell. Okay. Asztalokon csak szemét. Néhány potion. Kéne már a telekinézis varázslat. Fatigued. Ah, most vagyunk elfáradva, de jó. Observatórium key. Akkor ezért kellett ide jönni, jó. Gondolom ez nyitja a fölfelé vezető ajtóhoz vezető utat. Chain lightning, azt már tudjuk fejből. Egy kis fényt kapcsolok, hogy lássunk is valamit. Semmi. Mi a hőri? Hát küldetésben vagyunk, Lydia, ne idegesíts fel. Akkor menjünk vissza. Ez nyitja az ajtót odafönt. Ez egy túl nagy terem. Azt hittem, hogy itt lesz valami kemény battle, de aztán nem volt itt semmi végül is. Mindenesetre azért elég impozánsak az ide bent, ide lent lévő termek, számomra legalábbis. Jól néznek ki. Egy újabb halott mágus. Hát, remélem megérte nektek ez a felfedezés, máguskáim, mert elég csúnyán elhullottatok ide lent. Erre mi van? Arra mi van? Semmi, oké. Okay. Mesterkulcsos. Igen, itt mindig eltörök egy párat. Nem ott volt? Ott van. Oh, shit. Ó, itt nagyon kell centizni.
ez az. Hát... Nem mondom azt, hogy megérte. Na mindegy. Legalább az XP-t megkaptuk a mester door kinyitásáért. De jó. Mi van még itt? Semmi? Oké, okay. Ez tényleg gáz. Hát akkor már csak a fölfelé vezető út van, úgyhogy menjünk is arra. Azt mondja, lazac, tojások. Nem tudom, hol szerzett itt lazacot. Egy shield már van nálam, és ez túl sokat nyom, de azért elteszem, legfeljebb kidobálom majd őket, vagy átadom Lídiának. Bár nem nagyon szeretek hozzápakolni cuccokat, mert akkor átvált rá, ha erősebbnek hiszi. Jó. Annyit meg nem ér az a 200 gold, hogy szórakozzak vele. Kukucs! Újabb nagy terem a semmihez. Egy halott falmer. Gavros! Oh! Is that you? Nope! I'd almost given up hope. Let me get the door. What the? Na mi a gond? Who are you? Where's Gav? What are you doing here? Hát... What have you done with Gavros? And just why would you be doing that? Oh, it doesn't matter now. Gavros is never coming back, and he was supposed to. A kristály, amit megszereztünk. Without that, we're lost. It's all for nothing. So congratulations, whoever you are, you found the Synod. Just me, alone, surrounded by angry machines and angrier Falmer. It didn't work the first time. I tried to tell Gavros, but he wouldn't listen. No, it won't be too cold, he said. Well, I was right, wasn't I? Focus completely wrong by the time we got here. The cold had warped it. Gavros had to cart it all the way back to Cyrodiil. Left the rest of us here to fend off the damnable Falmer. You found... How in the world? That's it? That's it! I don't know who you are, but you may have just saved this little project. In fact, who are you anyway? You are. Savos wouldn't even grant us an audience when we came to you, but now you come here expecting something from me? I don't much like this, I'll tell you. But you saved my skin, so maybe I could overlook the past for now. Come on, not. I'll explain on the way. No matter what Gavros said, this was my idea first. The Council is going to know that when I get back. I was the one who thought of using this oculory. I don't know what the dwarves called it. Something unpronounceable, I'm sure. From all our research, it seems they were intent on discerning the nature of the divine. This machinery, all of it, was designed to collect starlight, and then, I'm not sure, split it somehow? It was my idea to replace one of the key elements with our focusing crystal. I've never seen anything quite like that. Months of enchantments went into it. Let's just hope they got it right this time. Na, hát ez egy nagy dwarven gépezet, ami az a célja, hogy összegyűjtse a csillagfényét, és hát Parátus szerint szétossza valahogy. És készítettek hozzá egy bűvölt focusing kristált, amit ugye meg is találtunk, hogy ki tudják nyitni ezt az egész valamit. Magnificent, isn't it? Took an incredible amount of work to get it running again. Now I'm hoping it'll all be worth it. Place the crystal in the central apparatus, and we can start the process for focusing it. Oh! Szóval... Egy újabb puzzle, mint láthatjátok. Három felé ossza a fókuszált csillagfényt, és nekünk úgy kell forgatni ezt a dolgot, hogy... ez megfelelő legyen, és ugye arról beszélt ez a csávó, hogy... a meleggel és a hideggel szórakoztak, hogy be tudják állítani rendesen ezt a dolgot. Úgyhogy nézzük csak. Ó, igen. Próbáljuk meg úgy csinálni, hogy egyenletesen elosztódjanak ezek a fények. Ugye mindegyik csíkra jusson egy.
Hiszen ezek forgathatók odafent a panelem. Mint azt mindjárt meg is mutatom nektek. Aha. És úgy kéne, hogy ezeket a tárcsákat kéne ráfordítanom a fénysugarakra. Mindjárt jó is. Ja. Azt hiszem az megfelelő. Nem. Akkor fordítsunk rajta még egy kicsit. Azaz, most lesz a jó. Az egyiket már sikerült visszafókuszálni, és a másik kettő is sikerülni fog. Az egyik kedvenc puzzle-om egyébként, mert nagyon jó pofa és jól néz ki. És nem is túl nehéz. Hát ez le is zárult ez a gomba egy kis ráccsal. Ezt már nem kell tovább forgatni. Stimmel az alsó is. És már csak a felsőt kell. Oké, teljesen körbe forgatni. Egy né. Jaj, maradj már munkáddal. So what is it? What have you done? Did you know what we were attempting? Are you here to make sure your plan worked? That our efforts have been for nothing? Well, explain yourself. Jó vagy már meg. You and your college have ruined years of my work. I've lost colleagues and friends to the Falmer, and you want me to calm down? Jaj, már megint a dicsőség meg a hírnév. Nem tettem semmit, esküszöm. But it must be something you're doing. There's no other explanation. You have something at your college, don't you? Something immensely powerful. Oh, igen. Beyond anything I've anticipated. What is it? Eye of Magnus. The Eye of Magnus? Well, I suppose if that means what I think it does. Well, that's interesting. Mire beszélsz? You're looking for something, yes? The Staff of Magnus. Aha. Well, even if you are trying to ruin my work, there's still something to be learned here. I can't explain the details. That would be giving away many secrets the Synod have learned over the years. Also, I doubt you'd be able to comprehend the details. Uh-huh. Have you seen the orrery in the Imperial City? It was the inspiration for this idea. Instead of projecting the sky, we project all of Tamriel, and then harness the latent energies to overlay the positions of... What's important is that this work was designed to reveal to us sources of great magical power. Purely to help safeguard the Empire, of course. Mm-hmm, persze. Yet, in the end, only two locations have been revealed to us. One is your college. The other, well, that can only be Labyrinthian. So, mage from Winterhold, despite your intentions, I've beaten your little game. Even if all you've said here is lies, I know you have something in Winterhold the Synod Council will be very interested in. So fine, trudge off to Labyrinthian in search of your staff. I shall return to Cyrodiil and deliver my full report to the Council. This is not over, I assure you. Ja, Istenem. Na jó, az a lényeg, hogy hogy a Staff of Magnus valószínűleg Labyrinthianben van. Ez egy ilyen mágikus energiát kereső szkenner tulajdonképpen ez a térkép, amit ide kivetít nekünk, és két pontot jelöl meg. Egyik az ugye a College of Winterhold, ahol most az Eye of Magnus tartjuk. Második pedig Labyrinthian, ahol a Staff of Magnus van elrejtve.
Úgyhogy úti célunk az labirintiembe vezet. Ja. Úgyhogy ez már biztos. Viszont én úgy emlékszem, hogy itt kéne még történnie valaminek. De arra már nem emlékszem, hogy minek. Ezt már nem lehet elforgatni, ez biztos. Na jó. De akkor menjünk vissza. Szépen. Elviszük az infót Savos Arennek, hogy megtaláltuk a staffot. Vagy lehet, hogy egyből labirintiembe megyünk, hogy megtaláljuk ténylegesen a staffot magát. És nem csak az információt róla. Ó. Oh. Megállt a karakter. Ó, oh, igen. Értesítenek minket megint a CG-kék. You will be called on to take swift action. Rise to the challenge and discover what you are capable of. You are on the right path, and you will prevail. Nagyon jó. Visszahívtak minket a college-ba. Tehát sietnünk kell vissza, mert valami gond van. És azt mondja a csávó, hogy jó úton járunk, és sikerrel járunk majd. Hát jó. Én hiszek neki. Bár én mindig nem vagyok kivékülve ezzel az egész CG-kes dologgal. Ha ennyire bíznak bennem, akkor miért nem veszik be a karaktert maguk közé? Mennyire király lenne, ha a Mage Guild után egy CG Order-es küldetéssorozatot is megkapnánk, nem? Ráadásul az ő köpenyük sokkal jobban néz ki, mint a miénk. Úgyhogy igen. Ez egyébként a ballista, amit itt láttok, a Dwarven ballista. Brutál moskosul nagyot sebez. Legalábbis 100 HP-t biztos le tud kapni egy lövésre, ha nem figyel oda az ember, mert haltam már meg tőle sokszor. Miért kéne visszamenni? Oké. Okay. Ó! Álljon meg a menet! Learn the location of the Elder Scrolls. És bentre mutat. Akkor jól emlékeztem, hogy ott még kell történnie valaminek. Nem? Valahol... Ez érdekes. Én úgy emlékeztem, hogy mikor ezt a fókuszáló kristályt beforgatjuk ide, akkor megjelenik itt az állványon egy Elder Scroll is. De lehet, hogy tévedek. Minden bizonnyal tévedek. Na jól van. Ezzel nincs mit tenni. Nézzük csak a térképet. Jó, hát akkor ez... Ez busztad. Kicsit fáradtak, mint lehet, le kéne dőlni itt aludni egyet. Na de majd, hogyha visszaértünk szerintem a college-ba, akkor is ráérünk. Visszakapjuk a küldetést. Revealing the Unseen. És visszamegyünk Savos Arenhez. Remélhetőleg gyorsan. Valahogy megpróbálunk lejönni a hegyről ügyesen és óvatosan. Ne törjük ki a lábunkat. De lehet, hogy ezt még kamerán kívül visszabattyogok a college-ba. Valószínűleg nem fog történni velem semmi amúgy se út közben, úgyhogy sok mindenről nem fogtok lemaradni, de amíg tudok, addig megyek. Hát most már kezdünk azért összeállni, így képügyileg, mármint legalábbis számomra már kezd egyértelművé válni a dolog. Ez a színod is ezt a... Obszervatóriumot tanulmányozta, és azért, mert... Oké, fura, bebagolt valami.
Na most a jó. Mert a hasonló obszervatóriumot hoztak létre ők is. Méghozzá... ott a fővárosban, Cyrodiilban. A térképen, amit a falra vetített az obszervatórium, láthattátok is a Cyrodiil fővárosát. És nekik is két jelet vigyeztett oda a térkép. Az egyik volt ez a College of Winterhold, ugye a mi kollégiumunk, oda ott van most az Eye of Magnus, a másik pedig ugye a Labyrinthian, úgyhogy nekik is ugyanezt a két pontot jelezte, úgyhogy egészen biztos, hogy Labyrinthianbe kell mennünk, hogy megtaláljuk a Staff of Magnus-t. Szegény mamut, mi történt itt? Mi a fene? Ezt a helyet én még nem láttam, mi van itt? Itt is hunterek vannak, de az övék a ló, úgyhogy azt nem tudjuk elvinni, sajnos. Van egy újabb level up-unk is, majd elintézzük, ha visszaértünk a College of Winterhold-ba. Úgyhogy ezek után valószínűleg, mint a lerendeztük a kollégiumban lévő problémákat, mert valószínűleg problémák vannak, hogyha maga a Psychic Ordernek az embere jött minket figyelmeztetni. Utána valószínűleg Labyrinthianbe megyünk, és ha elvégeztük a küldetésünket mágusként, akkor foglalkozunk egy kicsit az otthon teremtéssel. Szeretném minél előbb biztonságban tudni azt a kis árvát, akit Windhamben láttunk, ugye a virágárus kislányt. Valamiért szaggatok egy kicsit, de remélem el fog múlni hamarosan. Tudom, miért nem az úton megyek. Így izgalmasabb keresztül szaladni mindenem. Én csak hol vagyok? Jó felé megyek, nem? De. Jó, oké. Ott van Windhelm. Jó van. Szuper. Au. Tudom, mondjuk miért mentem le egészen a folyóig, de... itt az út egyébként jobbra tőlünk. Itt kéne lenni egy hídnak játék. Tudsz róla? Játék? Ajjaj. Kéne lenni egy hídnak. Jól van. Úgy látszik problémák támadtak a textúrák betöltésével. Oh my god, mit történik? Jobb később, mint soha. Ott a híd is, jól van. Szerintem bemenjünk a fogadóba, alszunk egyet, kibérünk egy szobát. Aztán... ha már itt vagyunk, akkor beszéljünk ezzel az Arentiusszal is, hogy hívják ezt a srácot. Nem tudom, hogy honnan kaptuk meg ezt a küldetést. Miért? Mi a gond, játék? Mi a gond? Mi a probléma? Please. Oh my god. Bentről megyünk kifelé ahhoz, hogy bent legyünk. Ez egy érdekes... nem is tudom, minek nevezzem, bug. Ilyen még sose történt vele, hogy nem tudta a játék betölteni rendesen a textúrákat. Legalábbis ez a játék. Azt hiszem, ez itt a fogadónk. Kibérlünk egy szobát, pihenünk egy kicsit, eszünk, iszunk, aztán folytatjuk az utunkat a kollégiumba, hogy elrendezzük mindenki más problémáját, mert úgy látszik, hogy rajtunk kívül az összes mágus használhatatlan itt. Skyrimbe. Viszont ennyi fért bele a mai epizódba, srácok, remélem, hogy élveztétek a dolgot, én nagyon, dobjatok egy lájkot, hogy érzitek, hogy megérdemlem, a következő részig pedig kitartást kívánok nektek, srácok. Sziasztok!